Ja, megvan. Jó, akkor már beszélgethetünk, ugye? De arra gondoltam, Attila, benned van még az X-faktor. Tudod, hogy én gálákat szervezek. Igen. És arra gondoltam, hogy olyan sok legenda lengi körül a nevedet. Hogy mit szólnál hozzá, ha neked csinálnék egy online bunyót, igen, egy ellenféllel, mondjuk puszta kezes bunyót, bevállal? Én bármikor bevállalnám, megmondom miért, mert most amit mondanak rólam, hogy ugye vitathatatlan vagyok, meg hogy legenda vagyok, ennek megvan a miértje. Rengeteg embert megvertem és soha nem kaptam ki. Úgyhogy még mindig készen állok, Meti. Hiddel. Oké, megcsináljuk? Meg. Figyelj, én benne vagyok. Én benne vagyok. Tehát érzem még magam olyan kondiba, olyan szuflába. És olyan vérrel. Mert a szabosszakban bereg megyek. Jó van. Jó, ezt direkt azért hagytam a végére, tudod, hogy ez ne legyen benne semmilyen ilyen videóban meg. Értem. Ez legyen a mi titkunk. De jó? Én benne vagyok. Tehát ne abszolút, beszélj, sőt, ne beszélj róla. Figyelj, semmi gond. Csak akkor, hogyha esetleg élesedik ez a helyzet, annyit kérlek tőled, hogy értesítsél, jó? Ez természetes. Csak nyilvánvaló, hogy akkor pénzben. Mennyi idő? Ez pénzbe megy. Tehát mennyi idő kell neked egy felkészülésre? Egy 3-4 hónap. 3-4 hónap? Így van, és akkor topom. Egyébként most is úgy formában vagyok, de egy 3 hónap az, hogy teljesen beerősödjön. Jó, tehát akkor teljesen készen. A szabály az, hogy nincs szabály, de nincs földharc. Sem. Igen, figyelj, így van. Tehát kéz, láb, tilt, könnyök, mehet. És akkor így. Ja, ott van, köszönöm. Tehát kéz, láb, tét, és könnyű. Nyomjon nyugodt. Tehát igazándiból ennek az ízvilága, és az íz harmóniája, és az íz pikantériája, amikor megkóstoljuk, robbannak a szánkba. Ja, igen, okay. Megkínélek rá, jó? Hogy az ízlelő nyábimbóim, ugye amikor megkóstolom, felrobbannak a számba. Te, az ebből figyelj. A Daninak mit hoztál? Karaj. Karaj, igen, én azt kérdem. Ja, de nézd oda, figyelj. Nagyon finom, nagyon de finom. Fincsi. Hát a Daninak 3 húst hozott nekünk. Neki meg csak egyet, hogy van ez? Jó étvágyat. Jó étvágyat, Péter. De jól néz ki, nagyon. Nagyon finom, aha. Nagyon jó. Ezt már ettem egyébként, mert megkóstoltam, nagyon finom. Sziasztok, sziasztok, szép napot kívánok mindenkinek. Ugye láttátok ezt a felvételt, ami kiment maga a szerkesztőségtől, hogy azt még nem tudjuk. Nyilvánvaló, hogy majd ezt utólagosan meg fogjuk mi is tudni. De ami a lényeg, ha már ez így alakult, természetesen a szavamnak embere vagyok, és természetesen a továbbiakról mindenkit tájékoztatni fogunk, én is a Tasnádi Péter, úgyhogy igen, egy olyan bunyó lesz, ami kéz, láb, térd, könnyök, és csupasz kezes, tehát csak ököl, kesztyű nem lesz, bandás nem lesz, úgyhogy a továbbiakról természetesen mindenkit tájékoztatni fogunk. Ennyit szerettem volna, mondom, ezt nyilvánosan szerettük volna, nyilvánosságra úgy szerettük volna hozni, hogy teljesen más formába, de ha már ez